Idén már másodjára fordult elő, hogy alvó, magatehetetlen embert fosztanak ki, először egy villamos megállóban, majd most a villamoson. Mindkét esetben a térfigyelő kamerákon látták a bűncselekményt, így értesítették a rendőröket is, akik hamar elkapták az elkövetőket. Egy ügyvéd híradónak azt mondta, hogy a történtek nem egyedi esetek. A fesztiválokra például épp azért járnak ki bűnbandák, mert a bódult fiatalok könnyű célpontnak ígérkeznek egy-egy rablásos bűncselekményhez. Számtalan forgatókönyv lehet arra, miért alszik el valaki a villamoson vagy a megállóban. Így annak oka nem ismert, hogy vasárnap hajnalban miért nem volt magánál az a férfi, akit később kiraboltak a 11. kerületben a villamos végállomásán. Odalépett hozzá egy fekete kabátos alak, lehajolt, és egy pillanat alatt kivette az alvó utas zsebéből annak pénztárcáját. Mindezt az Újbudai térfigyelő központban látták, és azonnal értesítették a rendőröket. A rendőrök perceken belül a kapott személy leírás alapján a helyszín közelében elfogták a feltételezett elkövetőt, előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, ellene kifosztás miatt indult büntetőeljárás. Nem ez az első ilyen eset. Évelején szintén a hajnali órákban a Terézvárosi térfigyelő központból riasztották a rendőröket. Akkor a villamos megállóban aludt egy fiatal, tőle lopták el a mobiltelefonját. Hogyha egy személy követi el, mint ebben az esetben is, abban az esetben, ha első büntényes, akkor szerintem felfüggesztett szabadságvesztésre lehet számítani. A híradónk által megkérdezett ügyvéd szerint, ha visszaeső az illető, akár 5 évet is kaphat. Minősített esetben pedig, ha csoportosan követik el a bűncselekményt, akkor akár 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A csoportos elkövetés inkább fesztiválokon jellemző, amikor a bódult, magatehetetlen fiatal az áldozat. Ilyen esetekben ugye egy valaki általában ellopja az értéktárgyat, egy valaki takarja, egy pedig figyeli, és így aztán a csoportos elkövetés megvalósul. Úgyhogy ezek kiemelten súlyos bűncselekmények, és ez szinte minden fesztiválon előfordul, és erre direkt civil rendőrök vigyáznak a fesztivál területén. A kifosztásos ügyekben kerestük a BKK-t, akik napközben azt ígérték, írásban reagálnak az ügyre, ám adásunkig mégsem válaszoltak.